Köszönöm szépen, polgármester úr. Közeledik a karácsony, és azt gondolom, hogy amiben sokan elfelejtik, ez leginkább Krisztus születésének az ünnepe. És az egyik legrosszabb dolog, ami a karácsonnyal történhet, hogyha erről az év többi részében elfelejtkezünk. Krisztusról, az ő áldozatáról emlékeznünk kell az év minden napján. Viszont az interpellációban most egy másik ünnepről, egy nemzeti ünnepről, egy másik áldozatról szeretnék kicsit megkésve beszélni. Novemberben nem tartottunk közgyűlést, most szeretnék megemlékezni az 56-os forradalomnak a hőseiről. Hősökről beszélünk, de számomra a legcsodálatosabb az volt az 56-ban, hogy ezek a hősök húsvér emberek voltak, hétköznapi emberek, akik közül sokat még ismertünk is. Sokszor egyébként éppensége egyszerűnek mondható emberek voltak. Mindenféle származású, rangú, sokféle hivatású és változatos politikai hitvallású emberek voltak. Egy valamiben azonban nagyon hasonlítottak, mindannyian keresték az igazságot, és ki is merték mondani az igazságot. Ma azt gondolom, azt mondanánk ezekre az emberekre, hogy elég kellemetlen emberek. Valljuk be, hogy ma is mindannyian ismerünk ilyen kellemetlen embereket, hiszen legtöbbször kellemetlen valakitől olyan dolgokat, olyan igazságokat hallani, melyről mi is tudjuk, hogy igazak, de mégsem merjük őket valamiért, vagy mégsem mondjuk ki valamiért ezeket az igazságokat. Ezért azt érezzük, hogy ezek kellemetlenek. Mondunk másokat is rájuk, szoktuk azt mondani, hogy az igazság bajnokai. Ugye, ha ezt forradalom hőseiről mondjuk, akkor ez egy patetikus dolog, de hogyha ezekről az ismerőseinkről mondjuk, ez egy pejoratív, igazságbajnokai ők, mondjuk mást is, csökönyösek, izgágák, nem tudják befogni a szájukat. Mondunk olyat is, hogy hülyék ezek, hát bolondok, majd csak beverik a fejüket. Én azt gondolom, hogy 56-nak az ősei azok, a hősei azok ilyen kellemetlen emberek voltak, hülyék voltak, hiszen nem néztek rá a térképre, hogyha ránéztek volna a térképre, láthatták volna a sorsukat előre. És látszólag igazuk lehetett azoknak a kortársaiknak, akik ilyenkor ilyen jelzőkkel illették volna őket. Mert az 56-os hősök közül sokan jelöletlen tömegsírba kerültek. Voltak, akiket egyszer sortüzek öltek, meg másokat megalázó koncepciós perek után akasztottak föl egy börtönudvarán. És persze sok olyan embert ismertünk mi is, akiknek az akkori igazságokért ugyan nem vették el az életét, azonban életüket, karrierjüket derékbe törte ennek a néhány hétnek, néhány napnak a szerepvállalása. Gondoljunk csak a nemrég szegénységben, szerénységben, csendben elhunyt Ötös Pali bácsira. Ezeknek az embereknek nem jutott ki sok minden. Nem jutott a szorgos munkájuk ellenére nagy vagyon, autó, villa, nyaraló, külföldi utak, sokan nem is jelhettek ki külföldre nagyon sokáig. Nem jutottak dáridók, vadászgatások, lakomák. Nem úgy, mint azoknak, akik bölcsen befogták. Úgymond bölcsen, nagyon sok szempont szerint bölcsen befogták akkor a szájukat. De jutott nekik nyugalom, megnyugvás, az igaz élet nyugalma és az ország hálája azért, hogy ők közéleti szerepvállalásuk során sok mindenre tekintettel voltak, csak egyéni érdekeikre nem. És egy ország végre büszke lehetett önmagára néhány hétre is. Szüksége van-e ma is ilyen kellemetlen emberekre? Azt gondolom, hogy nagyon is. Pedig ma nincsenek itt orosz tankok, erős katonai szövetség tagjai vagyunk, Magyarországon több pártrendszer és szólásszabadság van, és legyünk büszkék, az erős Egyesült Európa tagjaként sok mindentől védve vagyunk. És mégis vannak ellenségeink, nem olyan brutálisan nyilvánvalóak, mint egy orosz tank, mégis talán legalább olyan erősek és veszélyesek. Talán vannak külső ellenségeink is, egészen biztosan vannak, de azt gondolom, hogy a két legnagyobb veszély bennünk saját magunkban van. Az egyik az lehet, hogyha az egyéni pénzügyi érdekek hatalma. Bizony sokan és sokszor érezzük azt, hogy a pénzért és még több pénzért egyéni érdekek győznek közösségi érdekek fölött. A kis tikliktől a legnagyobb korrupció gyanús ügyekig, éveken keresztül, az elmúlt 20 évben, bármikor nagyon sok ilyen gyanús ügyekről tudunk. Egyéni érdekek akadályozhatják a közösség boldogulását, talán legalább annyira, mint hogyha külföldi pénzügyi érdekekre gondolunk. A másik nagyobb ellenfél, talán még ennél is nagyobb ellenfél, saját magunk lehetünk. Saját magunk, mi kicsi helyi politikusok és nagy politikusok, akkor, hogyha tévedhetetlen, hibázni nem tudó döntéshozónak gondoljuk, vagy pedig mutatjuk magunkat.
Gyenge ellenzék esetén óriási a veszélye annak, hogy rossz döntéseket hozunk. Mindent megtehetünk, előbb-utóbb hibázni fogunk, hisz mi sem vagyunk tökéletesek, és képtelenség, hogy minden vitás kérdésben csak nekünk lehet igazunk. Egy mai eset volt, amit először nem akartam elmondani. Ma volt egy napirend előtti szavazás, a napirendi szavazásról, amikor egy ellenzéki képviselő javas indítvány, önálló indítvány, még föl sem vettünk szavazásra. Azt gondolom, néha érdemes odafigyelni, még hogyha le is szavazunk, de mindenképpen az ellenzék szavára. Polgármester úr, az interpelláció műfaja szerint csak löncszólinthatom meg, de én azt hiszem, hogy ezek a szavak, ezek a teljes közgyűlésnek szólnak, és azt gondolom, hogy ön is, és a teljes közgyűlés egyet fog velem érteni. Egyet fog velem érteni abban, hogy ezeknek a kellemetlen hősöknek, 56 kellemetlen hőseinek az élete valóban példaként kelljen lebegjen előttünk. Ma is kellhet bátorság bizonyos döntések meghozatalához, de ha olyan áldozatokra gondolunk, mint az 56-os forradalmárok, vagy éppen Jézus Krisztus áldozata, aki az akkori hatalom szemében szintén egy kellemetlen őrült fráter volt, semmi más, akkor azt hiszem, hogy továbbra is jól tudjuk szolgálni a közösség érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én egyetértek nemes gondolataival és szavaival képviselő úrnak. 56-ról annyi, hogy azért megemlékeztünk, hiszen a városi megemlékezés azt gondolom, hogy méltó volt, mint ahogy a korábbi 56-os megemlékezések, sőt, október 4-én gyertyát is gyújtottunk, ami szerintem szintén méltó volt. Ha erre hívta fel a figyelmet és az ebből levont normákra, akkor én egyetértek önnel. Most egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert az interpellációt, ugye az egy kérdés és egy válasz, amúgy meg nincs közöttünk vita. Úgyhogy akkor én azt gondolom, hogy ha egyetértünk, akkor tudomásul vesszük egymás véleményét, és megfelelő szinten, megfelelő módon, én azt gondolom, ezt tiszteljük is. Hát nem, ez elfogadom. Köszönöm szépen akkor a megtisztelő válaszát, és még mielőtt lezárnánk a nyílt ülést, akkor ügyrendi Benás és a polgármester úr kívánok.